Sziasztok! Hoztam egy pohár vörös bort magamnak. Épp sétáltam a kutyával az előbb. És arra gondoltam, hogy kár, hogy nem vittem magammal a kamerát. Egyszer úgy elvinnélek benneteket sétálni. Marha hangulatos. Tudjátok, olyan, hogy ugye ez egy kicsi falu. Sötét van már, ugye? 10 óra múlt. 10:30. És teljesen kihalt ilyenkor már. Nagyon dimbes, dombos. És nagyon messze vannak egymástól a közvilágításos lámpák. Mindenhol bokrok, fák lógnak az utakra. Ilyenkor nyáron marha hangulatos éjszaka. Van egy ház, ahonnan mindig kiszűrődik egy ilyen rádiónak a zaja. Hát tudjátok képzelni, amikor mész az egyik eldugott kis utcába. Egy megyfa kilóg az útra. Kicsit beljebb egy kis ház. És hallod a rádiónak a zaját. Lámpa fényénél ilyen bogarak, ahogy köröznek. Ez annyira hangulatos, gyerekek, az a hely mindig. És ott mindig szól a rádió. Néha úgy megkérdezném, hogy mi van veletek. Hogy hogy vagytok? Úgy elvinnélek benneteket egy ilyen körre. Megmutatnám, hogy milyen ez. És annyira kevés a közvilágítás, hogy látni a csillagokat még a falun belül is. Nagyvárosban nem látni a csillagokat, azt tudjátok? Nézzétek meg! A városban még tiszta időben se látod a csillagokat. Viszont a temető egyenesben meg végképp nagyon látni őket. Na, hogy megyek a temető egyenesbe végig, ott jobb oldalt fent van az Orion öv. Ugye abban van a Sirius. Ugye? Az egyiptomiak azt gondolták, hogy onnan jöttek az istenek. A földön kívüliek, ugye? Nem volt boros poharam. Múltkor vettem. Ez egy hangulatos, ebből inni. Nem túl férfias dolog. Ez ilyen vörös édes por. Nagyon finom. Tesóm hozott tegnap belga söröket, egy ilyen sörválogatást, egy 6-os pakkot. Úgy gyerekek, az durva volt. Ilyen 10,5%-osak voltak, de olyan erős, nagyon erős ízük volt. Azon gondolkoztam, hogy még sétáltam, hogy egy csomó mindenre gondolkoztam, de hogy az ember tudja irányítani a sorsát. Hogy egyáltalán tudsz-e, el tudod-e képzelni az életedet
előre akár egy 5 évet is. Hát tudod? Te, aki ott ülsz a gép előtt. Úgy gondolod, hogy te biztos tudsz lenni abban, hogy 5 év múlva hol leszel és mit fogsz csinálni? Meg hogyha eltervezel valamit, az valószínűleg úgy lesz. Bármennyire is akarod. Meg azon gondolkodtam, hogy az élet olyan, mint egy ilyen MMORPG. Tudjátok, egy olyan játék, amiben a készítők azt oldották meg, hogy gyakorlatilag azért nem soha nem unja meg az ember, mert mindig van egy cél, amit el kell érnie. Viszont ha eléred azt a célt, akkor ugye újabb cél tűzöl ki magad elé. Ott a játék gyakorlatilag kitűz magad elé egy célt, vagyis eléd egy célt, és ezért nem lesz soha unalmas. Viszont megfigyeltem az ilyen jellegű játékokban, hogyha küzdesz egy dologért, mondjuk olyan játékot, ami olyan nagyon ismert, mondjuk a WoT-ot, World of Tanks-et. Meg hát minden játék ilyen, hogy küzdesz egy dologért, küzdesz, és maga az a küzdelem, maga az út, az érdekes, nem a cél. Ezt tudjátok, hogy gyakorlatilag mindennel így van, hogy az út, amíg eljutsz egy bizonyos pontig az életedben, vagy pedig egy játékban, vagy bármiben, az egész, az az értelme. Nem a maga a cél, az egész a, hogy fogalmazzam meg. Az fontosabb az az út, mint maga a cél. Például, hogyha mondjuk a WoT-ba töröd magad, hogy elérd mondjuk a 10-es vagy a 8-as tankot, és azt, amíg addig elérsz, az olyan jó, és csinálod, és hajt. De amint elérted, akkor már, ha nem lenne újabb cél előtted, akkor értelmetlenné válik a játék. És ugyanígy van az élettel is, nem? Nekem nagyon tetszett mindig a mentó. Rengeteget álmodoztam róla, hogy fogom vezetni. Ugye, Jetta, hármas Jetta, Ventó, tudjátok. Rengeteget álmodoztam róla, hogy fogom vezetni, hogy fogom tisztogatni, meg mindent, hogy fogok vele megcsinálni. Hogy fogok rajt megcsinálni, de... még mindig szeretem, nagyon szeretem, és szeretem csinálgatni, de... most, hogy ugye meglett, most már az ember megint egy ilyen újabb célt kitűzött maga elé, hogy most például a Passat. Így voltam a Honda Rio-val is. Meg így vagyok mindennel, meg szerintem mindenki így van ezekkel a dolgokkal, hogy... Honda Dio-val úgy voltam, hogy nem nyugodtam addig, amíg perfekt nem lesz. És amint meglett, akkor már értelmét vesztette az egész. Jó, meglett, szép lett, jó lett. Legszívesebben elraktam volna, nem akartam volna, oké, megtörtént. Sikerült. De maga a folyamat, amíg oda elértem, hogy az tökéletes lett, az volt az érdekes. És nagyon sok mindennel így van. Most ez, jó, most ne kövezzetek meg, de amikor megismerkedsz valakivel, mondjuk egy lánnyal, az a folyamat, amikor megismered és megtalálod és megszerzed és sikerül és meg lesz, az lehet, hogy érdekesebb, mint maga utána a kapcsolat, nem? Erre szokták mondani azt, hogy ugye a vadászat az sokkal jobb, mint a maga a zsákmány. De gyakorlatilag ez az élet minden területére igaz, nem, srácok?
Na és ezért rossz az, amikor cheatelsz például a játékba. És képzeld el, hogy... hogy mondjuk... Nem is tudom, hogy mire. Hogyha például Minecraftozol, biztos sokan tudjátok mi az a Minecraft, ugye nehéz elérni egy full, nagyon jó enchantolt armort és fegyvert, mondjuk gyémántból, és sokat dolgozol érte, csinálod ugye a dolgokat, bányászol, csinálsz magadnak azért lakást, meg farmot, meg mindent azért, hogy meglegyen. De most mit képzeld el, hogyha azokat a javakat, amikkel dolgozom, amit megcsinálsz, amit te hozol létre, azt így neked adják. Ott lesz egy fullos ház, ott lesz egy gyémántszett benne a ládában, vagy gyakorlatilag ne is egy gyémántszett legyen, hanem egy ilyen 100 darab gyémántszett, 100 darab gyémánt part, meg minden gyakorlatilag, egy fullos mindent kapjál meg így. Tök értelmetlen lesz az egész, nem értelmét veszti a játék, nem? Néha így gondolok azokra is különben, akiknek minden megvan az életbe, mint hogyha egy cheatet használnának. És megfigyeltem ilyen embereket egyébként már. Például... Én szeretek küzdeni a dolgokért. Én sokszor még a játékokban is úgy oldom meg a dolgokat, hogy küzdjek. Ugye, hogyha van egy egyszerűbb út, akkor azt soha nem választom. És ezt a valóságban is én ezt, például nincs nálam donét ugye a csatornán. Ez is egy olyan dolog, amit ugye használhatnék, de nem használom, mert szeretek megküzdeni azokért a javakért, amik megvannak. Hát akkor értékelem. És nagyon sok olyan embert ismerek, akik, vagy ismerek olyan embereket, akik nem küzdöttek meg a javakért, és nem értékelik őket. Például nem értékelnek egy nagyon finom ételt. Nem értékelnek egy szép autót. Oké, hogy értékelik valamilyen szinten. Ismerek olyan embert, aki fél évente cserél autót. Olyan autót cserél, amik egy embernek élete álma lenne például. Most nem akarok példálózni, mert akkor hát, hogyha valaki felismeri. Mondjuk, hogy a legújabb 7-es BMW-t, a 8-as BMW-t, vagy a legújabb 7-es BMW-t, a V12-eset, tudjátok, azt a 760-as V12-es L-eset meg tudja venni, és akkor azt mondjuk egy 4 hónap múlva megunja, vesz magának egy másikat, szintén mondjuk a legnagyobb Audit, és akkor ez fél évente így zajlik ennél az embernél, és megunja, és ő neki szerintem az a szindróma van már, mint amikor csitelsz egy játékba, hogy hiába megkapod instant azt a terméket, vagy azt a szetet, azt a gyémántszetet, ő már nem tudod úgy értékelni, nem tudsz úgy örülni neki, mint hogyha te megküzdesz érte. És oké, mondhatjátok azt, hogy ugye neki például az Audi olyan, mint nekem a Vento, ugye, hogy meglett, küzdöttem érte, mégis akarok ugye most másikat. De neki nem kell küzdeni érte. Csak annyi, hogy bemegy és megveszi. Addig tart neki, amíg meg nem unja. De lehet, hogy abban a pillanatban már unja, amikor megvette, mert gyakorlatilag nem küzdött érte semmit. Ja. És örülök, hogy nem vagyok ilyen. Tudjátok? Sokan ugye irigylik az ilyen embereket. Nem tudom, nem irigylem az ilyen embereket. Tudjátok, mi a boldogságnak a titka? Amit néha még én is elfelejtek, és nagyon bután viselkedek. Én akkor találom meg igazán az ilyen lelki békémet, amikor nem akarok sokat. Úgy nem akarok sokat, nem igénytelen. Ne értsétek félre, nem azt gondoljatok, hogy igénytelen lesz az ember, hanem hogy örüljön a dolgoknak, azoknak a dolgoknak, amiket naponta megkap. Például most, amikor sétáltam itt a faluban, akkor belegondoltam abba, hogy mennyire jó dolog például az,
hogy én látom ezeket a dolgokat, hogy amikor mentem végig azon az utcán, és láttam a lámpafényben a bogarakat, láttam elszállni fölöttem a denevért, láttam azt a gyönyörű kicsi falusi utcát, zalanyi dombok között, hallottam közben a rádiónak a kiszülő zaját, és lehet, hogy valaki például ugye nem lát, és ezt nem tapasztalhatja meg, és ez egy olyan dolog, amit egy mondjuk aki nem lát, az el se tud képzelni, hogy mennyire szép dolog ez. Vagy például, amikor látsz egy virágos mezőt, vagy akár egy repceföldet, vagy amikor megyek Ventóval, és bal oldalt van egy repceföld, jobb oldalt meg van egy folyó, és itt mindig, gyakorlatilag mindig például ezt látom, amikor kimegyek a faluból. Mondjuk bal oldalt repceföld, ott egy tanya, ott vannak végig a fák, jobb oldalt ott van a principális csatorna, a földek, a zarató kombájnok, és akkor ennyi végig megyek, és akkor ezeket látom, és gyerekek, engem ezek boldogá tesznek. Ezeknek a kicsi dolgoknak meg kell örülni, és azért nem, igazából ezt kellene sok embernek megértenie, akik mondjuk úgy, hogy boldogtalanak olyan dolgok miatt, amiket nem érnek el. Például, vagy lehet, hogy elérnek, de olyan dolgokért küzdenek, és attól remélik a boldogságot, amiktől nem kellene. Például, oké, hogy én is például küzdök majd azért, hogy meglegyen a Passat, küzdöttem ugye azért, hogy meglegyen a Vento, küzdöttem egy csomó dologért, és folyamatosan küzdök, de attól még nem kell elfelejteni ezeket a kicsi dolgokat, amik boldoggá teszik az embert. Mert hogyha ezek nincsenek, és csak arra koncentrálsz, ami nincs meg neked, és azt próbálod elérni, akkor nem leszel boldog, mert ugye eléred azt, és akkor ugye az kioltja magát ez az érzés, azzal abban a pillanatban, amikor megkapod, mert ez megint ugye visszakanyarodunk arra, hogy a vadászat és a zsákmány kategóriára, hogy akkor hát oké, hogy megszerezted, de lehet, hogy utána megint jön egy olyan érzésed, hogy ugye ez nem jó, meg kell szereznem a következő dolgot, de hogyha csak ez boldogít, akkor nem fogod soha elérni azt, hogy boldog legyél, hogyha nem örülsz azoknak a dolgoknak, amik vannak. És ezek nagyon apró dolgoknak kell, hogy legyenek. Például nem, sok embert nem értek meg, hogy nem tud boldog lenni, amikor például ott van körülötte a családja. Mondjuk ott vannak a gyerekei, ott van, nem tudom, látok olyan embert, aki nem tud boldog lenni például tényleg a családjában, és nagyon boldog vagyok akkor, amikor olyan embert látok, aki boldog a családjában. Múltkor például beszéltem pont egy emberrel, akinek lehetősége lenne kimenni Angliába, és például sok pénzt keresni, és nem mondta, hogy nem megy ki valószínűleg, mert őnek itt a családja. Meg itt van a kutyája például. És ez nagyon durva dolgok, hogy örülök neki, hogy ilyen emberek vannak. És bekapcsoltam ezt a kamerát, ahogy hazaértem, és megittem ezt a bort, és azt tudom, hogy nagyon sokan azt fogják írni, hogy mikor lesz Pit Dyer's. Ezt el kell mondanom, ne haragudjatok. Nem biztos, nagyon sokan nem kíváncsiak erre, és általában ezekre a vlogokra nem kíváncsiak, de nekem meg el kell ezeket mondanom valakinek, mert nem olyan túl sok ember van, akinek el tudom mondani a dolgaimat, gyerekek. Ezt saját magamnak is köszönhetem sokszor, mert én elég olyan antiszoc ember vagyok. Nagyon kevés emberrel vagyok úgy, hogy közvetlen barátságba, annak sem biztos, hogy elmondok mindent. Aztán ez a tipikus olyan, mint amikor, nem is tudom, József Attila versben volt az, hogy nem mondhatom már senkinek, elmondom hát mindenkinek dolog van mindig így például, ugye. De egyébként ne értsétek félre Joe meg többiek, mert Joe mondta múltkor, amikor ilyen videót csinálok, akkor mindig úgy gondolja, hogy le akar jönni,
hogy nekem valami bajom van, aztán nehogy véletlenül öngyilkos legyek, de nem, ne érts félre. Ja, amiatt öngyilkos leszek, hogy levágattam a hajam, ilyen tízére is nincs meg a jó kis hajam. De meg fog nőni, az eddig nem is lesz fészkem. Ja. Igen, ez van, srácok. Lassan elbúcsúzom, 11 óra van este, lehet, hogy még egyek egy kör juniorral. Ja, itt ez a lábam. Fölraktam az asztalra. Meg Fábián Zsoltnak is mondom, most a villogóról jutott eszembe, hogy önnek is kitartás. Tudom, hogy neked is például vannak szarnapjaid. És tudom, hogy a többiek már nem tudják ki az a Fábián Zsolt, de... Majd lesz jobb is. Na, aztán örüljetek a izének a kicsi dolgoknak, aztán figyeljétek meg, hogy boldog emberek lesznek. Lesztek! Nem tudok beszélni, bassza! Jó van, sziasztok! Egyébként mindig zavar a kamera, aztán most jövök rá, hogy itt látszom is a kamerában. Jó, mindegy. Nem tudom, hogy feltöltöm-e. Jók legyetek, sziasztok!